Beteg lánynak szerveznek gyűjtést, újabb ételadomány érkezett, arcon ütötte a gyereket, megkezdődtek a kivitelezési munkák. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. május 5-én 18 óra 5 perckor. Varga Mici István, a Karcagi Cigány Önkormányzat elnöke is itt van rendszeresen, segít a családnak. Most újabb gyűjtést szervezett. Több évvel ezelőtt a Karcag Televízió közbenjárásával sikerült ezt a mára már elhasználódott kocsit eljuttatni a családnak. A családot mióta Karcagra érkeztek lakni, mert nagyon messziről érkeztek ide, és azóta próbálom őket támogatni, segíteni. Ha van élelmiszercsomagunk, akkor azzal, karácsonykor, mikor, mivel. De a legnagyobb segítségünk az volt, mikor meghirdettük, hogy elektromos kocsit keresünk a kislánynak, és egy elektromos ágyat. A kocsit az 5 évvel ezelőtt sikerült megtalálnunk, amit lehet is itt látni a háttérben. Ez egy speciális kocsiról beszélgetünk. Nagyon sok elektromos kocsit ajánlottak fel abban az időben, meg netán még a mai napig is, de nekünk nem az a lényege, hogy elektromos része hogyan működik. Az a lényege, hogy a szülő, a kislány tehetetlen, és a szülő által lehessen vezetni. A szülő irányítsa a kocsit előre-hátra, oldalt, féket, gáz, sebességet. Ez egy olyan speciális kocsi, hogy ilyet Magyarországon nem sokat lehet találni, de van, amiből mi is találtunk egyet, amit 6 évvel ezelőtt egy a kislánynak születésnapjára tudtunk megszerezni a televízió segítségével a lakosságok által. Ismételten megkérem a lakosságot, hogyha most is lehetőség van rá, ugyanilyen kocsit keresünk újra, mert 6 év eltelt, és az állapot olyan állapotba került, hogy már használhatatlan a kocsi. Olyan állapotban van, hogy nem a szülő által elromlott, hanem a kábelek eloxidálódtak, az akkumulátorok lemerültek, a kerekek elkoptak, sorolhatnám még több ilyen problémát, a töltő feladta magát, és a szülő ezt javítani fokozatosan, folyamatosan nem tudja. Mert mihez kifizet egy dolgot, már elromlik a másik. Ezen kívül még kérdettük, hogy egy speciális ágy kellene, mert a kislány, hál' Istennek, egy külön szobát fog most már kapni, egy steril szobát, ahol szeretnénk elhelyezni egy kis ágyat, ami elektromos. De nem felnőtti ágyra gondolunk, egy kórházi nagy vaságyra, hanem normális kis ágyra, ami befér egy kis szobába, és egy elektromos ágyra, és ahogy említett az anyuka, elindítanánk a fürdőszobai javítást. A lakás nem rendelkezik vízzel, van, csak itt a régi lakóártól ki van kapcsolva. A vizet szeretnénk visszaköttetni lakosságától, vagy aki tud segíteni, és ezen kívül gyűjtünk fürdőszobai kellékekre. Az legyen fürdőkád, csempe, zuhanyzó, bármit elfogad a család, és akár ezt én rajtam keresztül, vagy az anyukát megkeresve, vagy a mi általunk megadott bankszámla számra is lehet utalni, amit kislány fog felhasználni. Ez 2 évvel ezelőtt sikernek mondható az elektromos kocsit, amit tudjuk, hogy a kislány enélkül nem tud menni, ez a lába. És ahogy említették itt az anyuka, ez így a 4 fal közé lesz bezárva, de mi azért vagyunk a lakosság, meg az új segítségét is kérjük, hogy a 4 falról ki tudjuk hozni, és ő is hagylássa ezt a csodálatos napvilágot, és az emberekkel hagy ismerkedjen, hiszen a kislány, ahogy említett anyukája, nagyon szereti a közösséget. De így mindenkit beengedni a lakásba nem lehet, de kitoljuk az utcára, mert roma telepről beszélünk, itt mindenki ismer mindenkit, a kislány nagyon szeretne kint lenni. És erre kérném a lakosságot ismételten, és az önkormányzatomon keresztül ismét vásároljunk, vagy szerezzünk egy ilyen kocsit és egy elektromos ágyat, és mint említettem, a fürdőszoba elkészítésében is. Rita édesanyjával beszélgettünk arról, hogy milyen nehezek most a hétköznapok. Mit kell tudni a kislányáról, hogy van most? Elég víg, elég örömteli kislány, nem mondhatjuk, hogy nem, de sajnos nagyon nehéz vele. Hát egyre, hát nem kamasz már, hanem eléggé felnőtt, 26 éves lesz, de hát elég nehéz vele kommunikálni, mert ő olyan, hogy akaratos inkább. És a betegségéről mit kell tudni?
Hát ő halmozottan mozgássérült. Az annyit jelent, hogy oxigén hiánnyal született, és izomsorvadása lett a kislánynak egy olyan kb. 7 hónapos kora óta. Tehát akkor ő nem is tudott járni sem, gyerekkora óta sem? Nem, ő egyáltalán nem járt. Eleinte próbálgattuk, de gyógytornánál vettük észre azt, hogy a csípője félig ki van fordulva, és akkor fordultunk egy ortopédia szakorvoshoz, és akkor ő ajánlotta ezt a csípőműtétet. De azóta egyáltalán nem mozog. Csak annyit, hogy a kezét tudja mozgatni, semmi mást. Meg az, hogy beszél. Tehát akkor 0-24-ben ő ágyban fekvő beteg? Igen, teljesen. Teljesen egész nap, minden napok ugyanazok. És egyáltalán hogy tudják megoldani, hogy a lakásból kihozzák? Úgy, hogy segítséget tudok kérni a páromtól, együtt betesszük a tolókocsiba, öltöztetésnél muszáj vagyok egyedül, de így betesszük a tolókocsiba együtt, és akkor ki tudjuk hozni. Úgy tudom, hogy ez egy speciális tolószék, mert igen. Hogy ő nem tudja irányítani. Igen, ez egy speciális tolószék, amit kaptunk, és ezt tudjuk így használni, de rövid távon. Tehát nem hosszú távon, mert ugye hosszú távon én se bírok nagyon, hiszen már én is korosodok, de megoldjuk a dolgot, amennyire lehet. Most az elromlott, tehát akkor most tulajdonképpen Rita be van zárva a 4 fal közé. Igen, sajnos be. Tehát kívül utcákon nem tudunk végigmenni, mert sajnos a tolókocsia olyan helyzetbe került. Milyen áru egy ilyen tolókocsi? Hát ezt, mikor még 6 évvel ezelőtt megkaptuk, ezt annyit mondtak az üzletbe, hogy ez 1,5 millió forint értékű, amit mi kaptunk. Tehát nagyon vigyáztunk rá. De hát sajnos hiába vigyázunk rá, ha egyszer elöregedik rajta a műszaki, tehát nem tudjuk használni. Ezt ön előbből nem tudják megvalósítani, meg újat sem tudnak vásárolni? Sajnos nem. Hát ebből megélni, ebből az a jövedelemből, ami nekünk van. Hát ez szinte, hogyha valamire ráaldoznánk, akkor biztos a megélhetésünk veszélybe kerülne. Tehát így is nehéz megélni, nem még azt, hogy az ilyenre ráaldozzunk egy bizonyos összeget. Nagyon nehéz. A Baptista Szeretett Szolgálat által fenntartott kisújszállási Illési Sándor Technikum és Szakképző Iskola diákjai és tanárai is szerették volna megköszönni a Kátai Gábor Kórház dolgozóinak azt az áldozatos és felelősségteljes munkáját, amelyet már több mint egy éve végeznek. Toldi Attila igazgató elmondta, úgy gondolták, hogy köszönetüket az iskola képzési profiljához is jól illeszkedő gesztussal fejezik ki. Az Illési Iskola dolgozói közösségének javaslatára, elismerve az egészségügyben azt az áldozatos szerepvállalást, amit az elmúlt évben, már több mint egy évben végeznek, a környék egyik vendéglátóipari, vendéglátás szakmákat oktató iskolájaként úgy döntöttünk, hogy 120 liter finom mafőzött babgulyással kedveskedünk, és ismerjük el az egészségügyben dolgozók áldozatos felelősségteljes munkáját. Kik főzték ezt magma? Tóth László igazgató helyettes kollégám, világbajnok aranyérmes cukrász, illetve a tanítványok közösen főzték a babgulyást. Nagyon örültek, boldogan csatlakoztak, illetve a 16 éven felüliek a beszélgetés során megfogalmazták, hogy mihez lehet, ők is regisztrálni fognak a Pfizer vakcinára. Tóth László 6 tanítványa boldogan csatlakozott a jótékony akcióhoz, és főzték meg a kondérba került 20-20 kiló húst, zöldséget, répát, zellert, karalábét és csipetkét. Összesen mintegy 20 kg-nyi húst, körülbelül ugyanennyi zöldséget, répa, fehér répa, zeller, karalábé, illetve egy olyan 6 kilónyi bab, illetve a csipetke, ami belement a kondérokba, és az osztályomból 6 tanulóval készítettük ezt. Egy baptista fenntartású intézmény vagyunk, amit a szeretett szolgálat tart fent, tehát tudtak azonosulni a feladattal. Az adományt a kórház udvarán Horvátné Vas Erzsébet, Szabóné, Tarnai Lilla ápolási igazgató helyettesek vették át, és köszönték meg azt a dolgozók nevében. Az iskola vezetői pedig jó egészséget és további kitartást kívántak a Kátai Gábor Kórház valamennyi dolgozójának.
A szolnoki járási ügyészség vádat emelt egy 61 éves török Szent Miklósi nő és 40 éves fia ellen garázdaság vétsége és könnyű testi sértés vétsége miatt. A szolnoki járási ügyészség vádat emelt egy 61 éves török Szent Miklósi nő és 40 éves fia ellen garázdaság vétsége és könnyű testi sértés vétsége miatt. A vádirat szerint a nő 2020. szeptember 22-én kora délután Törökszent Miklós belvárosában a Hunyadi János úton közlekedett személygépkocsival, mellette ült a gépkocsiban a fia. Amikor a közeli óvoda előtt elhaladt, akkor hosszan dudált a gépkocsit vezető nő, és ezért a járdán kerékpárját tolva közlekedő kisiskolás oda kiabált neki, hogy ne dudálj. Erre a nő hirtelen állóra fékezte a járművet, az anyós ülésről pedig kipattant a fia, oda ment a fiúhoz, és fennhangon kérdőre vonta, hogy milyen jogon szól abba bele, hogy mások hogyan vezetnek. De eközben már a gépkocsit vezető nő is kiszállt az autóból, oda ment a fiúhoz, pofon vágta, és kiabálva azt követelte tőle, hogy kérjen bocsánatot tőle az előbbi beszólásai miatt. A megszeppent gyerek bocsánatot kért, azonban a nőnek a fia nincs bocsánat szava kíséretében nyitott tenyérrel, nagy erővel arcon vágta a fiút, aminek következtében felrepett a szája, és az alsó ajkán pontszerű bevérzések keletkeztek, tehát 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülései keletkeztek. A történet azonban itt nem ért véget, mert a férfi felszólította a fiút, mondja meg, melyik iskolába jár. Miután a gyerek megmondta neki, akkor karon fogta, bekísért az iskolába, fölvitte az igazgatóhoz, majd pedig a férfi kérdőre vonta az intézmény vezetőjét, hogy milyen módon tanítják ők a diákjaikat a közlekedés szabályaira, és ezt követően a férfi faképnél hagyta az intézmény vezetőt és a fölpofozott iskolás fiút, és kiment az épületből. A járási ügyészség azt indítványozta vádiratában, hogy a bíróság tárgyalás mellőzéses eljárás keretében mindkét vádlottal szemben pénzbüntetés szabjon ki. Az ügyben első fokon a szolnoki járásbíróság fog döntést hozni. A kerékpárút hálózat kiépítése Karcagon című pályázat keretében elindulnak Karcagon a kivitelezési munkálatok. A projekt megvalósítása tartalmaz meglévő kerékpárút felújítást, új kerékpárút építést és kijelölt kerékpárúti szakaszokat. A kivitelezés 2021. május 3-ával a Karcag-Madarasi úton meglévő kerékpárút belterületi szakaszának megvalósítási munkálataival kezdődött. Ezen a szakaszon a kerékpáros forgalom korlátozásokra kell számítani. Kérjük fokozott figyelmüket a munkálatok ideje alatt. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!